Tudtad azt, hogy nem csak utolértük Ausztriát, hanem meg is előztük? Bizony így van, az élelmiszerárakban. Ha kíváncsi vagy, hogy mennyivel drágább ma itthon bevásárolni az Orbáni infláció miatt, mint Ausztriában, nézd végig a videót, meg fogsz döbbenni. Jól tudjuk, hogy az Orbáni infláció miatt a magyar élelmiszerárak 2 év alatt megduplázódtak. Ilyen drágulás pedig sehol nem volt az EU-ban. A videó előző részében a horvát és a szlovák boltok áraival hasonlítottuk össze az itthoniakat. Most azonban Ausztriába mentünk. Ott is és itthon is egy-egy jelentős forgalmú, országosan elterjedt élelmiszerlánc árait vettük összehasonlításunk alapjául. Hadd kezdjem egyből a legfennháborítóbbal. Az a PIK téli szalámi, ami itthon készül és nekünk 4900 forintért adják, Ausztriában alig több, mint 8 euróba, azaz kevesebb, mint 3000 forintba kerül. Pontosan ugyanaz a kettő, és még oda is kellett innen szállítani. Nekünk mégis jóval többe kerül. De menjünk tovább. Egy kiló sajt Magyarországon több, mint 1000 forinttal kerül többe, mint Ausztriában. Majdnem ekkora, közel 1000 forintos különbség van a kilós margarin árában is. Míg egy kiló csemege uborkánál 400 forinttal fizetünk többet itthon, egy naturjogurt pedig 200 forinttal olcsóbb az osztrákoknál. Még csak 5 dolog került a kosárba, de már 5600 forinttal költenénk többet Magyarországon, mint Ausztriában. Megnéztük hát a konzerveket is. Hát ha ott nincs ekkora különbség. Ez egy tévedés volt. A kukorica konzerv esetében 400 forintot, a bab konzerv esetében közel 500 forintot fizetünk rá mi, magyarok, az Orbáni infláció miatt az osztrák árakra. És sorolhatnám még a száraz tésztától kezdve a zöldségekig nagyon sokáig. Ezek önmagukban is brutális különbségek, de valójában még ennél is rosszabb a helyzet. Ha azt nézzük, hogy mekkora fizetésekből kell ezeket a termékeket megvenni. Na, az jelenti az igazi fekete levest. A KSH kiadványa szerint átlagbéreket alapul véve egy magyar óránként bruttó 9 eurót keres, azaz nagyjából 3420 forintot. Ugyanennyi munkával egy óra alatt egy osztrák 28 eurót keres, azaz nagyjából 10500 forintot. Ez több mint háromszoros különbség. Mit jelent ez a gyakorlatban egy bevásárlásnál? Hogy egy kiló csemege uborkáért 4-szer annyit. Egy kiló sajtért 4,5-szer annyit. A legtöbb élelmiszerért 5-ször annyit dolgozunk, mint egy osztrák ember. Aki áll, az pedig most üljön le. Egy margarinért majdnem 6-szor annyit dolgozunk, mint egy osztrák. Döbbenet. És nem a világ másik felén vagyunk, csak átugrottunk a szomszédba a sógorokhoz. Nem dolgozunk sem kevesebbet, sem rosszabbul, mint az osztrákok. A munkánk mégis negyed annyit, ötöd annyit, néha hatod annyit ér, mint egy osztráké. Ez azért van, mert az árakban az Orbáni inflációt fizetjük meg. Azt a kormányzati politikát, ami évek óta folyamatosan emeli az árakat, a béreket és a nyugdíjakat viszont eközben tudatosan alacsonyan tartja. Amíg Orbán itt lesz, addig ez lesz. Ennek akarunk mi véget vetni. A Dobrev Klára vezette árnyékkormány azért dolgozik, hogy letörjük az Orbáni inflációt, és ne az árak, hanem a bérek és a nyugdíjak emelkedjenek. Csak egy szociáldemokrata, fegyelmezett, kormányzóképes alternatíva tudja elérni, hogy az áremelések országa helyett végre a bér és nyugdíj emelések országa legyünk. Felkészültünk a feladatra.